Szeretettel köszöntök mindenkit, és el kell, hogy mondjam azt, mielőtt elolvasom, beírtam, hogy én avval a feltétellel szólok egy pár szót az egybegyűltekhez, hogy előttem én nekem a kócs. Hát ez megtörtént, és most olyan nehéz megszólalnak. Gyönyörűen énekeltetek, gratulálok nektek, és gratulálok a tanárunk. Szeretettel köszöntök szóval mindenkit. Keres olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó. Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta rá. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket a tanárra a pedagógus pedagógusra teszi. Ebből is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, milyen életre szóló hivatás óvónőnek, tanítónőnek, tanárnak lenni. Nagy dolgokra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoztuk, amikor tudásra, jóságra, emberségre tanítunk, miközben a mindennapokban példaként állunk előttük. Tisztelt pedagógusok! Nincs még egy munka, ahol ennyi kudarc, hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, hogy kellemetlen, kellemes meglepetés éri az ember. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul, vagy rosszul mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznán csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk. Hasonlíthatnám a pedagógus munkáját a csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földbe megújuló magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később, aztán akár szárazság esetén is képesek termőre fordulni, ilyen a munkánk is, a mi hivatásunk. Annak érdekében, hogy gyermekeink, unokáink egy jól működő, megbízható minőségi oktatási rendszer keretében tanulhassanak, minden kívánkozó lehetőséget meg kell látnunk és ki kell használnunk, hogy ez nem egy egyszemélyes feladat. Ennek eléréséhez több szinten kell mindenkinek megtenni a legtöbbet, ami tudása, tehetsége, szakmai helyzete lehetővé. Más a feladatunk az oktatás politikai folyamatok alakításában tevékenykedőknek, más a feladatunk a civil szervezeteknek, a pedagógusoknak, a diákoknak, a szülőknek, és más a feladata az anyaországnak is. De a célunk közös. A magyar nyelvű oktatás fennmaradása megyékben, valamint a minőségi oktatás biztosítása. Ehhez elengedhetetlen a jó együttműködés, az oktatás különböző szintjein tevékenykedők közötti párbeszéd, az áhított szakmai szolidaritás. A jövőben meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy egymás mellett és nem egymás ellen harcoljunk. Köszönöm szépen!